A felkészülési időszak alatt edzőmeccsek tömkelegét játszotta a Szekszárdi UFC felnőtt MB3-as csapata, annak érdekében, hogy a szezon kezdetre minél jobb formába kerüljenek a játékosok. Igazoltunk pár játékost, és főleg a támadó alakzatba igazoltuk a játékosokat. Bízom benne, hogy velük erősödni fog a csapat. Én úgy gondolom, hogy most már, hogy megy a bajnokság, így a nézők is megismerték őket, látják, hogy mire képesek, van bennük potencia. Remélem, hogy ez gólokba is meg fog mutatkozni. A kupába szeretnénk minél tovább eljutni, természetesen, mert hogyha van lehetőség rá, és ha tovább jutunk olyan szintre, akkor esetleg NB1-es csapat is jöhet ide, és akkor az a nézőknek egy plusz olyan dolog lehet, amivel rég találkoztak itt Tolna megyébe. A bajnokságban viszont egy kicsit emeltük a szintet. Most ugye tavaly én beszéltem arról, hogy az első 10-be szeretnénk kerülni. Az Egyesület csak a sima bennmaradást tűzte ki célul, csak én többre tartottam a csapatot annál, és szerintem meg is volt a potencia még így is, hogy jóval kevesebben voltunk, mint most. Most viszont ugye az 5. hely a célkitűzés a csapat előtt, hát ezt próbáljuk majd teljesíteni az idén. Az újonnan érkezett játékosoknak nagyon hamar sikerült beilleszkednie. A szekszárdi közeg amúgy is közismert arról, hogy vendégszerető és befogadó. A mérkőzésen kívül van 5 edzésünk, egyetlen egy pihenő nap van a héten, annak függvényében, hogy vannak a mérkőzések. Ha szombaton van, vasárnap van a pihenő nap, amúgy meg általában mindig a csütörtök a pihenő nap. Mindenképp azt szeretném, hogy minél előrébb végezzen a csapat a tabellán, és évről évre lépkedjen előre. Aztán meglátjuk, hogy az anyagi dolga hogy fog alakulni a klubnak, mert ahhoz, hogy osztályt lépjen, ahhoz sok minden változása lenne szükség. Itt legfőképpen ugye a létesítményre gondolok, a lelátóra, a pályára, mert az öltözők azok rendben vannak szerintem az MB2-es színvonalú, ha nincs semmi probléma, és hát természetesen az anyagi juttatások a játékosok felé azt is elő kéne teremteni a profi szinthez, ami nem egyszerű, bár dolgoznak rajta a vezetők, hogy minden évben jobb legyen a csapatnak. Itt a válság miatt nehéz dolguk van azért. Hazai közönség előtt eddig nem jött ki a lépés a Tolna megyei alakulatnak, idegenben viszont brillírozik a csapat. Úgy kezdtük a bajnokságot, ahogy nem szerettük volna, nyilván vereség, 2 hazai vereséggel, ezekkel nem számoltunk, viszont a 2 idegenben győzelem, azzal kicsit tudtunk javítani a helyzeten. Reméljük, hogy hétvégén most tudunk nyerni itthon, és akkor azt mondom, hogy ez jó, kezdtük a bajnokságot. Hát szeretnénk minél följebb kerülni, ez természetes. Nyilván rengeteg mérkőzés van, ezt tudni kell, főleg most augusztusban rengeteg mérkőzést játszunk. Ebben az osztályban nehéz megjósolni, hogy mi lesz, de szeretnénk minél följebb jutni. Szeretnénk ott lenni az első 10-ben mindenképp, aztán, hogyha jobban teljesítünk, akkor még feljebb. A következő összecsapását augusztus 27-én szombaton játssza Túri Zsolt együttese, amikor is hazai pályán fogadja a Buda Ősgárdáját a MOL Magyar Kupa második fordulójában.